Nagyon kevés olyan hölgy van Magyarországon, aki sertéstartással foglalkozik. Ön egyike azoknak, akik azzal foglalkoznak. Hogy került kapcsolatba a sertéstartással? A nővéremnek két felnőtt fia van, és ők egyébként is otthon állattartással foglalkoznak, és akkor így 11 éve csináljuk ezt a sertéstelepet, és akkor gondolkodtunk ezen, hogy mi legyen a sorsuk, és mivel ők szeretnek az állatokkal foglalkozni, így vertünk egy sertéstelepet Ozorán, és akkor így csináljuk a nővérem két fiával, nővérem és én. Mekkora az állomány? 1100 darab. Nem kevés? Hát nem, kettő istálunk van, 550-550 darab férőhelyjel, automata önetető rendszerrel, egy Bobcat kis géppel folyik a trágyázás. Mit kezdenek a trágyával? Vannak saját földjeink, meg bérelt földjeink, és akkor oda viszik ki a trágyát. Megéri csatlakozni egy ilyen integrátori szervezet munkájához? Én merem mondani, hogy sajátban nem csinálnám. Így azért megéri, igen.